10, 9, 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1. Szüleim is nagy Fradi szurkolók, és ez így kialakult valahogy így bennem is, már régebben. És akkor egyszer csak így idejöttem, nagyon megtetszett az egész, az a szurkolás, ez az úgymond ultra élet, ami itt folyik a B-középben. Én azért a B-középben szurkolok a csapatnak, mert úgy gondolom, hogy magamat adom, amikor a csapatnak drukkolunk, tehát én is teszek valamit azért, hogy minél jobb hangorká legyen a stadion környékén. Hát meg ilyen, levezetem a felesleges feszültségemet is. Az, hogy valóban fanatikus drukker vagyok, vagy drukker, ezt nem lehet bizonyítani, mert ezt most az ember vagy ezt tudja magáról, és látják a társai, vagy nem. Tehát most az, hogy én kijárok, amikor tudok minden meccsre, ha csak nem vagyok vidéken, vagy tele vagyok relikviákkal, itt kezdve a háladaraboktól egészen van több mez, meg zászlógyűjtemény. Én tudom magamról azt, hogy ott vagyok mindig, megteszek mindent, elolvasok minden csapatról, és ha ez fanatikus, akkor az vagyok fanatikus, igen. 2! Két évvel ezelőtt, ha jól emlékszem, egy régi barátom, aki szenvedélyes Fradi szurkoló volt, kivitt egy Fradi MTK meccsre a Fradi pályára. És őszintén szólva komoly erőfeszítést jelentett végig maradni. Olyan, nem a B-középnél voltunk, ahol mondjuk a legintenzívebb idézőjelben szólva a szurkolás, hanem a pályának egy ilyen ránézése konszolidáltabb részén, de egyébként látszólag jól öltözött, normális kinézésű emberek valami olyan iszonyatos, alpári, primitív módon szurkoltak, és ráadásul, hát kénytelenek ezt mondani, hogy unalmasan, hiszen 3-4 mondat ismétlődött másfél órán keresztül. Hogy legalább lett volna bennük valamiféle igény arra, hogy a szókincsüket egy kicsit feljavítsák, de nem, ugyanazt a teljesen ostoba, primitív, dehonestáló, durva, alpári stílust lehetett végighallani. Én azóta nem voltam futballmeccsen. Ez tényleg egy olyan élmény volt, amitől én teljesen elvesztettem a hitemet. Egy refrénszerűen visszatérően azt mondták, hogy rohadt, mocskos, buzi, cigány, zsidó, és ehhez hasonló. Ezeket a szavakat időnként variálták, tehát a sorrend nem mindig ez volt. Mocskos, zsidó,
megdöbbentő, amikor 20 éves gyerekek zsidóznak, vagy 20 éves gyerekek cigányoznak, vagy rasszista megkülönböztető jelszavakat skandálnak, ugye, vagy feliratokat gyártanak kinyugba, mert biztos, hogy valamilyen szelep feszültség levezető formája ez a dolog. Megdöbbentő, hiszen úgy zsidóznak, hogy igazából ezek a gyerekek talán valóban zsidó embert nem is láttak. Sokféle plágászót használunk meccsek közben, ezt bajít be a bazmektől kezdve, most nem kezdek el zsidózni, de sajnos manapság ez már meccs felejárója. Fradi a kedvenc csapatom, csak ő értek, hallok. Hát a Fradi az nagyon benne van. Milyen sűrűn szokott kijárni a mérkőzésekre? Mikor szokott lenni meccs, Fradi meccs, akkor mindig ott vagyok. Szokott esetleg valamiféle nézeteltérzése lenni a többi szurkolókkal? Persze, mindig szokott lenni. Hogyha megyek ki, akkor mindjárt lássák rajtam, hogy roma vagyok, hiába van nálam. Zászló meg minden, de az kevés. Csúnya szavakat szoktak használni. Most nem tudom, ezt el lehet itt mondani. Hát kurva anyát ott, meg ilyesmi, még fajtalanabbat. Miért pont a B-közép közelében szokott szurkolni, hisz az a legkeményebb maga Ferencvárosnál? Azért, mert a barátommal szoktam menni, és ott van jó a kilátás, meg olcsóbban hozzászoktunk egyhez jutni, és azért. Meg ott egészen másabb a környezet ott a B-középen. Honnan tudják meg azt valakiről, hogy esetleg cigány? Barna bőröd, más, hogy roma vagy, meg ezek a mocskosok azok látják, hogy te cigány vagy. És akkor mit érez, amikor cigányozzák, vagy zsidózzák az ellenfél csapatát, vagy a játékvezetőt? Ön is esetleg szokta így szidalmazni az ellenfelet? Én nem szoktam szidalmazni senkit. Én törően tisztelő ember vagyok. És amikor mások a közvetlen közelében ezeket használják, akkor ön mit érez? Hát nagyon kellemetlenül érzem magam akkor ott. Hogyan lehetne megfékezni a pályán ezeket a szurkolói módszereket? Ezt nem lehet. Megfékezni. Hát ez minden úgy zajlik, hogy kemény a Fradi meccs. Éreztétek-e már ezt a gyönyörű érzést? Csak a Szombatra vár! Budapest zöld fehér! A romáknak is azt tudom üzenni, hogy tulajdonképpen én úgy gondolom, hogy az életben, aki becsületesen dolgozik, és becsületes ember, azt megbecsülik, aki nem link, hazug, azt pedig előbb-utóbb úgyis ugye megfogják. Tehát én azt tudom üzenni nekik, hogy én úgy gondolom, hogy ha ők akarnak, és van bennük elszántság, akkor ők ugyanolyan jogú állampolgárai ennek az országnak, meg bárhol a világnak, mint bárki más. És én biztatom őket arra, hogy igenis járjanak ki a Fradi mérkőzésre, akár próbáljanak meg egy szurkolói csoportot ők is kialakítani. Mi ugyanúgy fogjuk őket segíteni, mint bármelyik más szurkolói csoportunkat, tehát a mi részünkről csak segítséget fognak kapni. Jóval több, mint zsidó kérdés vagy cigány kérdés. Ez a réteg, hogy úgy mondjam, erre szakosodott, az agresszióra, a brutalitásra. És ha válaszolni kell nagyon egyenesen az ön kérdésére, hát én nem mennék oda, az egészen biztos, mert nagyon kevés esélyt látnék arra, hogy éppből el kijöjjek. A romákat igazából mint fajt nem szeretem. Majd be én nem szeretem őket, ugyanis
kialakult bennem egy olyan kép, meg olyan helyen nőttem fel, olyan helyen dolgozom jelen pillanatban suli mellett, ahol olyan cigány társaság van, akik hát nem épp a művetség és a kultúrájukra híresek, tehát szóval az, hogy a utcára pisül egyfolytában, az még hagyján, de ez a legkisebb dolog. Ellenben van jó pár ismerősöm, ez főleg a zenész és a ilyen művet vonatkozik, amikkel igenis jóba vagyok. Szeretjük egymást, és most az, hogy a bőrszíne miatt nem hiszem, hogy meg kellett különböztetni, mert ő más ember, mint a nagy többség. Tehát alapvetően nem a bőrszínt kell nézni, de van egy ilyen bennem is van egy ilyen általánosítás. De ha embert megismerem, akkor minden lehetni a legjobb barátom, hiába cigány. Nekem csak egy gondom van, vagy az, hogy élnek.